Nem fogjátok elhinni, de az Enebán olcsóbban tudtok játékokat vásárolni. Na, ehhez mit szóltok? Ennyit akartam mondani. Ezt még egy youtubertől se hallottam. Úristen, na ne! Figyelj, az Enebával még nincsen rossz tapasztalatom, a G2-ával viszont van. A G2-t nem fogadnám, mert az Enebát viszont azért elfogadtam. Mert az Enebával még nem volt rossz tapasztalatom, nagyon. Ment a vásárolgatás így össze-vissza, aztán ennyike. De nem volt sose baj vele. Mikor nő vissza a hajam, nem neveztem vissza szerintem. Jobb így sokkal, csak megmosolod, megtöröd a fejed, azt viszlát száraz. Ezt a zenét be kell játszanom még egyszer amúgy. Ez annyira jó, hogy ezt meg kell mutatnom még egyszer. Hát ezt e-mailbe küldte nekem egy srác, és mondtam neki, hogy tegye ki. Hát ezt ki kellett tennie neki. Ennek ez volt a sorsa. Imádom. Amúgy mentettem el a videót, amit meg kell néznem. 25 perc. Figyelj. Addig Deli Péter. Deli Péter. Itt a legjobb magyar YouTube sorozatokat fogja elmondani. És a Hörbi az egy YouTube sorozat. Szóval most csak ide van már tekerve nekem szerencsére. Pamkutya is itt van. Elég kemény. Elfogyott a pálinka meg a vodka is. Hatodik, Deli Péter, Hörbi. A sorozat, ami egyszer 20 évvel ezelőtt elkezdődött, és a mai napig tart. Persze a csatornán sok széria van, de ezek nem nagyon különböznek egymástól. Például ilyen van, hogy zabálj velem. De már maga a cív is. De az a jó benne, hogy rengetegszer nagyon gáz a humora, viszont valamikor meg pont ezért lehet rajta igazán nevetni. Meg nyilván azért, mert egy csomó helyzetet és szélsőséges véleményt szándékosan eltúlozza. Igen, ez a technoszkóp, és még mindig úgy beszél, mint a Nabu. Szóval nem tudok rá semmit mondani, vágod, csak hallgatom, és így gyülemlik fel bennem a rossz érzés. Tálal a nézőnek. Ha beírom a YouTube-ba, hogy citrom kihívás, kidob vagy 500-at. Egy gyomorra fogom. Jó, kávé, cigi, meg vodka, meg sör, az van bennem. Mióta terjedt el ez, bazd meg a nokedlit között, hogy a citrom az rossz? Hogy kihívás kell? Szerintetek miért lehet kapni a boltba? A dísznek? Vagy ördögűzésre? Vagy mi a fasz? Hörbi tényleg egy sorozat, mert csak azt csinálja. Ez egész élete a sorozat. Citromra pintorok, de azt a szar energiaitalt megissza. Cukorral, meg tutti frutti ízű. Tudod mi a tutti frutti ízű? Törpapának a picsája. 18 év alatt senkinek nem ajánlom, és szerintem az egyetlen negatívum Deli Péter munkásságában az az, hogy ezt a videót kisgyerekek is megnézhetik, ami... Meg hogy kisgyerekeket is videóz például, nem tudom, egy kicsit utána lehetett járni mondjuk 5 percnél többet. Nem tudom, hogy ezeket a problémákat is fel fogja sorolni, amiket mondjuk én vetettem föl. Túl nem vidám. Nyilván Herb is látja a számokat, tudja, hogy miért nézik, és erre nem is kicsit játszik rá. Jóformán csinálja a műsort, viszont egyáltalán nem mindig. Én amondó vagyok, hogy sok igazságot mond ki, és itt most nem azokra a dolgokra gondolok, amikre te is gondolsz, mert mindenki ezekre a dolgokra asszociál Herbi neve kapcsán, hanem például arra, mikor bemutatja, hogy hogyan kell szakszerűen lefolyót tisztítani. Ne, de soha nem akarom ezt újra megnézni, bazd meg. Én ezt nem akarom újra megnézni. Nekem ez elég volt egyszer látni. Miért kell ezt? Jó, ez is egy f***ság, de szerintem vicces. Semmi nem boldogít jobban, mint a pénz. Nem az, hogy a pénz boldogít, hanem az, hogy a pénz hiány stresszet okoz. Az ember ilyen lehangolt, van borostás, megnőtt a haja, ilyen sápat, semmihez semmi kedve, mindenkivel olyan kicsit feszült, olyan bunkó, meg troll. Aztán mit tudom én, valahogy hozzákerül fizetés, vagy valamit el tudott adni, a régi kocsiát, vagy valami, és akkor ez a tudja, hogy van a pénztárcájában pénz, a csekkeket befizette, nincs most semmi gond, elrakta a hűtőt, elmehet még bulizni, el tud utazni a Balatonra, most úgy rászakadt egy kis pénz, és kisimul az arca, olyan fitnek érzi magát, mint aki edzeni vagy futni járna. És mindenki mentegetőzik, meg mondja magának, hogy dehogy is, meg nem borogít, meg nem az kell, hanem egy társ, meg mit tudom, valami lófasz. Humorának nagy... Igen, és hogyha már megvan, ez az összes pénzed, és azon kívül nincsen semmi. Na mindegy,
Nem is menjek ebbe bele. Hisze a hányattatott sorsú magyar létből táplálkozik, így rendkívül könnyű vele azonosulni. Ez a fajta szó szerint éjjel-nappal videózás ritkán, de időszakonként képes magából kitermelni egy-egy legendásan szórakoztató és humoros videót, melynek van, hogy az élményfaktorát maga Herbie adja, de van, hogy épp az a kellemetlen helyzet, amibe kerül. Nem nagyon foglalkozik mások véleményével, a saját útját járja, és videóit nézve kicsit olyan, mintha bekerülnél egy teljesen másik embernek az életébe. Te de milyen embernek? Már ez azért nem egy rossz dolog, hogyha bekerülsz valakinek az életébe, azért nézed a videókat. Jó dolog lehet, hogyha valaki dokumentálja az életét, mert mondjuk van egy olyan célja, hogy elérjen valamit, és mondjuk a videózás segít neki abban, hogy kimenjen helyekre, meg emberekkel társalogjon, meg ilyenek. Ez egy tök jó dolog lenne. Csak hát a Herbie az nem ezt csinálja. De hát ő is ezzel a címszóval kezdte el, ugye? Vagy valami ilyesmi. Amúgy nem ezzel a címszóval kezdte, csak így még próbálta ráhúzni, hogy találkozott emberekkel, és akkor legyőzte az agorafóbiát, és jaj, de jó. De azért valljuk be, néha napján mindenkinek van igénye. Rajtam kívül például más filmi jó ember nézte meg, a nyugis és hangulatos téli kutyafürdetős videót. Hope fürdetésen. Ez egy legendás Herbie videó. Ez egy nagyon jó videó. Állj fel ide. Ez csúszik. De hát meg kell tanulni. Nem fogom feltenni a lábad, mert akkor ilyen kis elkényeztetett elcseszett szar leszel. Herbie csatornái sorozat szempontból több, mint jók. Napi 2-3 rész jelenik meg, bármikor becsatlakozhatsz, bármikor szüneteltetheted, akárhonnan elkezdheted nézni, és soha nem érsz a végére. Van, hogy végtelenül egyetértesz vele, van, hogy baromira felcsesz, van, hogy pörgős, mint az állat, és van, hogy végtelenül meditatív. Néha szép és igaz társadalmi kritikákat fogalmaz meg, máskor pedig akkorákat balhézik, hogy azt a Mónika Show is megirigyelni. Most mondd, hogy ez nem egy tökéletes sorozat receptje. De, főleg, és amikor a sorozatban olyan részek is vannak, hogy kisgyerekek vannak levideózva hátulról, az nem tudom, hogy mennyire jó, meg hogy folyamatosan az alkoholizálás megy, és ezt gyerekek is nézhetik, ugye, meg hát nézik is gyerekek, és ezt promózzuk konkrétan egy új csatornán, egy olyan ember promózza ezt, aki amúgy a Technoscope, egy viszonylag nagy csatorna, nem nézett utána dolgoknak, vagy ennyire nincs képbe amúgy. Tehát azért, amiket Herbie csinált, az kicsit sem jó mostanában. Most a Szerintem csatornára csinálja, de ez az ember rakja föl. Ugyanaz az ember, csak csinált egy új csatornát. Tehát ez sok emberhez eljut. Erre akarok célozni, és pont, hogy nem kéne promózni szerintem. Herbie-t ajánlja az embereknek konkrétan. Ez azért elég gázos. Mert most tényleg, őt biztosan nézik gyerekek is. Őt tudja, hogy nézik gyerekek is. Nyilván engem is néznek valószínűleg gyerekek. Mindenkit néz a gyerekek. De valószínűleg őt több. Mert alapból ilyen suli tartalom, meg ilyenek, mindenféle dolgok vannak itt. Másféle tartalom. És nem tudom, hogy ez mennyire jó, hogy ilyet promózunk. Egy olyan embert promózunk, aki konkrétan veszélyes a gyerekekre. A gyerekek fejlődésére és magukra a gyerekekre is veszélyes. Viszont szórakoztatónak szórakoztató, és mindenképp helye van a 10 legszórakoztató magyar YouTube sorozatok listáján. Top 10-ben benne van a Herbie, akkor nem tudom, én nekem nagyon rossz ízlésem van, vagy nem tudom. Ez szórakoztató, hogy szenved egy alkoholista a kamera előtt, és konkrétan szépen lassan megöli saját magát és a körülötte lévő embereket, ideg összeroppantja. Ez szórakoztató. Konkrétan mindenkinek szétbassza az életét, akinek bekerül az életébe. Nem tudom, hogy ez mennyire szórakoztató, mert szerintem annyira nem az. Most itt keresem, hogy a Herbie-ről írnak-e valamit, várjál. Most itt kitekerem az összeset. Szerintem bármelyik másik sorozat bekerülhetett volna. Amúgy. Herbie-n az itt látható Zabály velem sorozat megemlítené. Ágad, ő is csak ajánlja az anyás sorozatot. Zseniális. Itt is csak valaki azt mondja, hogy meglepett, hogy Herbie-t beleraktad. Kedvenc részem a Herbie sorozatban, amikor kislányokat videóz meg, amikor a kutyáját embereknek szánt gyógyszerekkel etett. Nekem az, amikor a kóba felveszi a nő seggét. Ja, úgy tűnik ez Benjit nem zavarja, nagy csalódás a csávó. Kemény. Az is tök aranyos volt, amikor a kutyás sörrel itatta. Herbie egy igazán említésre méltó videós. Világéletemben minőségi tartalomgyártás, nem tudok beszélni, tartalomgyártás volt az erénye. Iszik, káromkodik, fiatalkorú lányokat és állatokat molesztál, egy igazi példakép. Megérdemelte a helyezést. Már alig vállalom, hogy drogozzon és szlotozzon, akkor felteszi a pontot az íjre. Valószínűleg nem tudja, hogy milyen balhés ügyei vannak mostanában. Egy tagoknak szóló kérdezfelelek videóban elmondta, hogy régebben nézte és kedvelte Herbie-t, de manapság már nem nagyon követi. Ennek a videónak az elején pedig elmondja, hogy a lista teljesen szubjektív, és egy része az ő személyes régi élményein alapul. Nyilván én sem nagyon kedvelem Herbie-t, de igencsak felháborító dolgokba keveredik a saját hülyesége miatt. De például nem szoktam letagadni bizony, egy kb. 9-10 éve én is aktívan követtem, és szerettem a tartalmat, hogy szórakoztató volt a maga mondján, ez a kissé tahó proli és kicsit ilyen stand-upos reality vlogolás, amit csinált. Igazából ő csak stand-uposoknak a dumáit
lopta el igazából. Minden gondolata, minden, amit mond, az valahonnan máshonnan volt általában nagyon sokszor, és színészektől, meg stand-uposoktól lopott szövegeket rengetegszer, és a mai napig használja ezeket. Szóval ezt elutasítom amúgy. Tehát ő neki köze nincsen amúgy a stand-uphoz, csak szeretne olyan lenni, de hát oda soha nem kerülne. Nem mintha amúgy ott olyan kurva vicces emberek lennének, de mindegy, ez már egy full másik téma. Valójában a magyar YouTube őskorának megkerülhetetlen alakja per sorozata volt. Azóta én lényegében felnőttem és sokkal kiforrottabb személyiségem lett, most már 2 percet sem bírom megnézni tőle, és abszolút elítélem egyes cselekedeteit. Szerintem, ha Benji manapság is követné valamelyest Herbie ügyes bajos dolgait, akkor nem rakta volna fel. De ha azt nézem, hogy mik azok a csatornák, amik egy időben nagy hatással voltak rám, és adott esetben abba az irányba tereltek, hogy elkezdjek videózni, lásd Benji, akkor lehet én se hagynám ki. Egyébként Benji is elmondta, hogy azért az nagyon nem jó, hogy gyerekek is tudják nézni ezt a tartalmat, mert nekik aztán nem nagyon kéne. De ha ezt elmondod a gyerekeknek, hogy mit ne csináljanak, gratulálok, mit fognak csinálni vajon? Persze ne értsétek fél, egyáltalán nem akarom védeni Herbit. Magam is úgy vélem, hogy sok esetben rohadtul káros, amit leművel videózás címszó alatt, csak próbálom megfogalmazni, hogy adott esetben miért megérthető az, hogy felkerült valakinek egy ilyen top 10-es listájára. Az a baj, ez egy szubjektív top 10-es lista, én ezt értem, de én ezt akkor megtartottam volna magamnak, hogyha a Herbit bele akarom rakni, mert ez csak a saját szegénységi bizonyítványom szerintem, hogy egy ilyen alkoholista senkit képes voltam nézni. Szerintem ez kinda nem cool. Szerintem régen se voltam úgy vicces, kibaszott unalmas videói voltak. Volt egy pár olyan videó, amit én is megnéztem, de nem néztem úgy aktívan soha. Nem tudom, hogy milyen hatással lett volna a gyerekkoromra, hogy olyan sokat néztem volna. De hát biztos, hogy a gyerekeknek jó hatással lesz a felnövésükre. Főleg az, hogyha a Herbie még le is videózza őket hátulról. Az a legjobb hatás rájuk. Ez a Herbie sorozat, ez amúgy a mai napig tart. Hogyha már nem tartana, mert Herbie abba hagyta volna, akkor azt mondanám erre a videóra, hogy teljesen okés. Mert most már azok a videók, amik ilyen problémásak, nincsenek fönn, és egészen biztos az is, hogy nem is lesz több, mert abba hagyta. De még mindig folytatja, és most, hogyha oda mennek ezek a gyerekek, írnak a live chatjére, vagy akármi, bárki, aki innen oda megy esetleg, hogy megnézze, az kurva nagyot fog csalódni, hogy ezt a szart beajánlotta amúgy ez a Benji. Meg hát, hogyha mondjuk gyerek, akkor lehet, hogy a Herbie ez így meg is sérti. Vagy hogyha mondjuk roma, vagy meleg, mert amúgy a roma és a meleg emberekre is szívesen mondja, hogy kány meg, hogy b***i, és ja, ok nélkül is megteszi ezt bármikor. Chat alternatívra is járkál a Herbie amúgy nagyon sokszor, ami ugye azt jelenti, hogy nem csak név nélkül kommentelsz, és úgy válaszol neked, hanem hogyha mondjuk gyermek vagy, és úgy érzed, hogy szeretnél csatlakozni, akkor tudsz beszélgetni is vele a korodtól teljesen függetlenül. És van már nagyon sok ilyen klippünk, ahogy a Herbie bántja a gyerekeket ezeken az oldalakon. Olyan is van, hogy cigányozik embereket, amúgy azok is gyerekek voltak, lányok, amúgy, ha jól emlékszem, 2 lány. Ja, még az egyiknek mondta is, hogy tetszik neki, amúgy, a csaj amúgy nem volt 18 éves, itt sem, nyilván. A Herbie olyanokat is mondott a Herbie sorozatban, ugyebár, hogy 14 éves gyerekeket kéne kivégezni nyilvánosan. Ezzel poénkodott. Nem tudom, hogy ez mennyire poénos amúgy, főleg egy anyuka mellett, aki konkrétan annak a 14 éves gyereknek az anyukája volt, és ezt ennek az anyukának mondta. Hát ők ketten nevettek rajta, de mondjuk, ha egy másik anyuka megnézte volna a videót, ő lehet, hogy nem nevetett volna rajta. Szerintem ez elég sok dolog, hogy miért nem kéne beletenni ebbe a legjobb magyar YouTube sorozatba a Herbit, ebbe a top 10 listába, nem? Soroljam még? Alkoholt ad a kutyának, algopirinre, és ez a nagy terve, és büszkén elmesélte, hogy annó is úgy gyógyította meg a régi kutyáját, aki már elhunyt, ugyebár sajnos, hogy összekevert az algopirint pálinkával, és azt adta a kutyának, és tök jó volt tőle, meg királyul aludt utána. És erről büszkén mesélt a Herbie, hogy ez egy tök cool dolog amúgy. Ja, lefújta a kecskét, vagy bárányt lefújtad Ezodorral az arcába. Ez is egy olyan dolog, amit szívesen mutatnék a gyerekeimnek amúgy, hogy eltanulják. A beszéd stílust is nagyon könnyen el tudják tanulni, a káromkodást is nagyon könnyen el tudják tanulni. Meg ezt az undorító humort, amit említettél a videóban, és pozitívunként hoztad föl, hogy néha vicces, mert hát a fekete humor az lehet, hogy nagyon vicces, stb. Én ezt értem, csak ennek megvan a helye. És nem tudom, hogy vágod, de vannak ilyen community guideline szabályok a YouTube-on. Hát ezek megmondják, hogy ezek a poénok nem megengedettek. Vagy hát valamilyen szinten igen, valamilyen szinten nem. Attól függ ugyebár. De hogyha azt mondod, hogy 14 éveseket kéne ölni, az szerintem nem poén. Az,
azt valahogy nem érzem, hogy poénos lenne, és szerintem ez inkább egy community guideline strike-ot érne, nem pedig egy ajánlást. De én értem, én tudom azt, hogy ez, aki csinálta ezt a videót, ez a Benji, ez valószínűleg nem követ engem, valószínűleg nem követi a Hörbit sem most már, nem tudja ezeket a dolgokat. De teszem fel a kérdést, hogyha itt vagyunk 16 ezer feliratkozóval egy második csatornán, mert az első már megvolt a 84 ezer, és kellett egy második csatorna, mint más tartalmat gyártunk, ez mind szép és jó. De hogyha már itt vagyunk ennyi tapasztalattal, akkor miért nem járunk utána egy minimálisan ezeknek a dolgoknak? Hiszen régen is nagyon sok balhéja volt. Régen sem volt egy olyan ember, akit szívesen ajánlottam volna amúgy nagyobb tömegeknek. Főleg nem gyerekek előtt, és szerintem a Technoszkópot több gyerek nézi, mint engem. Azért nem lenne érvényes ez a kritika felém, hogy én is akkor ajánlom ugye a Hörbit, mert én nem ajánlom. Én nem ajánlottam a Hörbit senkinek. Én megkritizáltam azt, amit ő csinált. Szóval ez teljesen más. Nem tudod elhinni, hogy Hörbi ilyeneket csinál? Sajnos van róla bizonyíték mindenről. Van róla videó! Így mondaná Hörbi. Szóval nézd meg őket. Van egy gameplay csatornája is. Jó, akkor harmadik csatorna, teljesen mindegy. Ez nem egy olyan dolog, amit érdemes lenne promózni, mert én értem, hogy ez neki régen tetszett, meg minden, de mondom, ha ez a Hörbi csatorna már nem élne, ez a sorozat nem működne, akkor ez a videó tök jó lenne. És mondaná, hogy most már nem videózik, de a régi videókat meg lehet nézni. Pont. De az a baj, a Hörbi még mindig aktív, és ezzel tényleg csak adjuk neki a boostot, hogy tovább tudja csinálni ezt a élősködést, a ház, ahol lakik, az anyukájától kapta, az anyukáján élősködik a mai napig 44 éves létére. A nézőktől kunyerál folyamatosan, megvezeti az embereket, kölcsönkér emberektől, nézőktől, olyanoktól, akik már nagyon kedvelik, szektát épít ki, mindenkivel úgy beszél, mindenkihez úgy áll hozzá, hogy később tudjon azokból az emberektől, azokból az emberekből profitálni. Mindig ezt csinálja, és ő ehhez nagyon jól ért. Lehet, hogy nem tudatos, lehet, hogy valamilyen személyiségzavar van képben nála, szóval én nem mondanám azt sem, hogy Hörbi egy alapból veleig gonosz, rossz ember. Viszont látszik rajta, hogy az alkohol kurvára nem segít ezeken a problémákon, inkább csak rontja az egész helyzetet, és folyamatosan lefelé építi magát. És ezzel ez a feltehetőleges mentális betegsége csak romlani fog. Ezzel én nem tudok mit csinálni, ő se tud mit csinálni, neki egy komoly szakember kéne ahhoz, hogy ebből ki tudjon jönni, és normális életet tudjon élni. De nem fog tudni normális életet élni, mert most már olyan sok ideje videózza magát, és csinálja a YouTube-ot, rengeteg ideje. Szerintem ő csinálja Magyarországon a legtöbb ideje. Ezt nem tudom tőle elvitatni. Nem hiszem, hogy van olyan aktív youtuber most Magyarországon, aki hosszabb ideje csinálná, mint a Hörbi. És ez az agyára olyan szinten rájátszott, hogy neki mindig ott voltak azok a kemény mag emberek, meg mindenki, aki nyalta az ő seggét, tudjátok. Belekerült egy szektába. Van neki egy ilyen privát csoportja, és onnan így baszogatjuk az embereket, meg tényleg ott kér kölcsön mindenkitől, meg ad is kölcsön mindenkinek. Nyilván azért, hogy később ő is tudjon kérni, hogyha esetleg szar szituációja lesz. Tehát ő így építi ezeket a kapcsolatokat, ezeket valószínűleg tudatosan csinálja amúgy. Önmagában ezeket a manipulálós dolgokat, meg ezeket a kifakadásokat nem tudom, hogy mennyire tudatosan csinálja. Meg hát amikor elkezd magyarázni valamit úgy, mintha értene hozzá, és konkrétan semmit nem, tehát semmi olyat nem mond, ami értelmes lenne, nem jön ki értelmes dolog a száján, az kicsit para. Azért, amikor annyit látsz, hogy próbál vitázni, és csak így fasságok jönnek ki a száján, vagy tényleg akkora hülyeségek, hogy semmi értelem, az tényleg durva. Atomfizikáról beszél az ember, aztán otthon iszik egész nap, tényleg. Ilyen dolgok vannak, ezt nem promóznám. Se nem vicces, se nem szórakoztató, inkább csak szánalmas. Szánalmas az, ahogy ő ezt csinálja. Az egész ember szánalmas. Az egész élet egy szánalom. Tényleg, erre nem, nincsenek más szavak. És sajnálni se tudom amúgy, mert ő csinálta magának. És bármikor meg lett volna lehetősége arra, hogy másféle tartalmat gyártson, elkezdjen egy filmesebb irányba menni, a vágási stíluson változtasson, tegyen bele valami munkát, de a munka az túl büdös volt neki mindig is, és nem látta az eredményét, mert ő csak annak látta az eredményét, hogy benyomta a kamerát, és megvágta a videókat, és kirakta őket. És egész eddig ezt csinálta, és a folyamatot, ami mögötte volt, az soha nem jegyezte meg, mindig csak azt csinálta, ami éppen jól esett neki, csak az a baj, hogy most már ezek a dolgok nem fognak jól esni neki, mert ő neki a vágási skilljei, azok 2014-ben megragadtak. És annál többet soha nem fog tudni elérni, hogy rárak egy overlay-t OBS-be, meg hogy mondjuk tud használni egy green screen-t Vegasba. Konkrétan Sony Vegasban veszi fel a zenéit. Mert csak ahhoz ért. Régen tett bele munkát. Csinált ilyen Minecraftos izékat, animációkat csinált. Ő alapból egy olyan ember, aki viszonylag sok mindenhez értett, és autonóm módon meg tudta tanulni ezeket a dolgokat otthon. Zenéket gyártott, tényleg mindenféle, nagyon sok jó dolgot is csinált. Ezt el tudom ismerni. Komolyan mondom. Elismerem.
tényleg csinált jó meg vicces dolgokat is. Az anyád sorozatnak is biztos van olyan része, ahol mond valami humoros dolgot legalább egyszer. Nem emlékszem egyikre sem. Ettől függetlenül nem kéne ajánlani. Pont azok miatt, a tettek miatt, amiket most csinál. Mert ezek a dolgok régen voltak. És a régi dolgokat, hogyha beajánlod, azzal nem mész olyan túl sok mindenre szerintem, mert hogyha beírják az emberek, hogy Hörbi, akkor úgyis az új tartalmakat fogja bedobni. Ja, meg az enyémet! Szóval nagyon remélem, hogy azokra is rákattintanak az emberek, mert ha beírod, hogy Hörbi, akkor valószínűleg bedobja egy pár videómat. Nagyon remélem, hogy inkább azt nézik meg először, hogy mennyire süllyed le a Hörbi, és nem kezdik el nézni, mert akkor nagyon-nagyon csalódnék az emberekben. Most már kifostam magam. Ennyi. Nincs több szófosás. Autodidakta. Jó, bocsánat, vágod. Csak nem tudtam, melyik szót keresem. Képzeld el, hogy oda volt írva a fejem fölé, és egy csillag volt a szó mögött, jó? Kijavítottál. Köszönöm, amúgy. Elrettentő példának lehet nézni, miért ne így áll alkoholt, bro? Tényleg, tehát ennyire jó az ember. Másra nem, de még folytassuk. Nem hiszem, hogy itt már olyan sokat beszél róla, de még beszél itt darabig. Pistáján. Amit pedig megnéznék tőle? Vita műsor. Nem tudom, miért, az vicces lenne. Sziasztok! Vita műsor? Tehát ezt én is megnézném mondjuk magammal. Oda ülnék a Hörbivel szembe, mehetne egy Vita műsor. A Partizánba! Meghívnál Gulyás Marci a Partizánba? Az mekkora átmenne? Miket kérdezne tőle? Vége lenne az embernek. Nem értené a kérdést, vágod? Az első kérdést nem értené. És ott elakadna az egész. Két összefüggő mondatot nem tudod megfogadni. Látod, én sem amúgy, de igen. Sziasztok, Hörbi vagyok, és szeretek pingpongozni, de nincs kivel. Ez egy másik oldalra ment szerintem, ez a bemutatkozó. Szerintem ez egy másik oldal volt. Volt annó, azt hiszem, valami stand-upon, ahol előadott, na ott mat részek volt, és beszélés alig tudott, stb. Ne! Tényleg van ilyen videó, bro? Nullát nem kell kiejteni. Pont, jó. Hell ez mi, várjál, én tudom, hell az a pokol, vagy a világos? Ki a németes? Világos. Világos, érzem, jó, bárki rendben. Hogy van rosszul a béke? Mi? Hát csak úgy kérdeztem. Tudom. Ez a legrosszabb dolog a világon, hogy ott ülés így mondja ezeket az apapoénokat. Haláli. Nem értem, hogy ide emberek önszántukból hogy tudnak elmenni, bazdmeg. Engem kínozni lehetne ezzel, tényleg? Mert ez úgy van, hogy ha már nem írod rá, hogy van benne gyógynövény, akkor adót kell rá fizetni. Basszus, aha. Akkor sörbe is van, ugye? Nincs benne semmi. De van itt egy-kettő rá. Szerintem, jó, amúgy tényleg be van basszva, nem is érti. Nem is értik egymást. Ez jó lesz amúgy, szerintem kezdődik a dolog. Azért pont ilyen műsor még nem volt, szóval nem menjen oda kezét, aki kér sört. Ingyen. Na, Hörgi, hát hol szép gyerekek? Nem az, mert jó sok. Kultúra sajátos fokorúta. Jézus, hogy sínai hegyről. Egy lánynak is adjál már. HB. Azt mondja a HB-t, hát de ami jut. Ami jut. Milyen kis szemes HB-t. Ez ki amúgy, aki videóz? Isten, ő Isten, megáldott minket ezzel a videóval. Voltunk Hörbinél, azt nem tudom, láttatok, ezt streameltük, vagy hogy kell mondani? Mit? Azt ki visszakérdeztél, mert így szarabb, mert így nem szóltunk. Nagyon mély. Oké, ezt az orvosnak kell majd elmondani, de amikor beültettél minket a kamera elé, és kérdeztek tőlünk... Mi? Nagyon be van rúgva, geci. Lehetett kérdezni. Az végig jó volt. Live? Azt mondd, ezt a szót kerestem, szerinted, hogy live. Tényleg ez? Hogy hívják a YouTube-on a Handstone, vagy mi az? Hangout. Az egy... Téged javítanak ki? Simán. Jó van, szóval csináltunk egyet, azt látta valaki. Ott voltunk, és akkor kérdeztél is? Nem. Embertél, nem jutottál odáig? Túl sok a fény. Azért bebaszva elég szar lehetett ülni 40 percet. Not gonna lie, nem irigylem. Na, akkor Balázs, menj a forgatókönyv mentén, mert még azért nem vagyunk amatőrök, baszki, ne csinálj. Nem, te, az a ő forgatókönyve. Mi volt az első videót? Az a harmadik kérdés. Hát kezdve akkor az... Jézusom! Azt a kurva! Nagyon ki van, geci. Miért mondtad azt, hogy széntablettát? Mert a videójában láttam, hogy bevette a széntablettákat, és utána... Bevette a széntablettákat? Jó, ők nagyon idős Hörbi nézők amúgy. Nekik ott kell lenni ezen. Meg lett az apukájuk. Ez az ember, aki most ott ül, az nincs itt a cseten esetleg? Elmondhatná, hogy milyen jó élmény volt, és hogy most hogy érzi magát ettől. Mennyire mentem volna el erre? Hát, hogy ez most lenne...
elmennék, szerintem. Amúgy tuti be lenne baszva nagyon. Nagyon, amúgy is be lenne. Fél, egy ilyenre elmennék, szerintem. Történt maga a folyamat? Nem az a lényeg, hanem az a ti műsorotok. De itt lehet, hogy sokan már ismerik a beszarát. Álljon fel az, aki tudja, hogy mikor szartam be. Köszönöm, szarjon be az, aki. Azért ez a kérdés is ritkán hangzik el egy baráti társaságban, és ő fel is állt. Most már sérne. Nem, én attól tartok, hogy újra be kell szarnod, de most HD-be. Hogy van róla videó, hát mi az, hogy nem látta? Szerintem a Hörvém úgy azt hiszi, hogy azok az emberek, akik őt követik, azok mindent tudnak róla, és mindent láttak eddig, amit megcsinált. És hogyha valamit nem, akkor elmegy, hogy van róla videó. És ennyi. Amúgy igen, benyomják a nevetés hangeffektet, kicsit olyan kiragadott pillanat. Szevasztok, irinyisek! Szavazzatok a 11B-re, azon belül is Gönci Dominikra, különben rátok küldöm a vérebemet. Na, szavazzunk rájuk. Ilyen videókat ki csinálna amúgy? Mennyi pénzért? Tőled is várunk egy ilyen videót, Manin. Hogy a viharban? Persze. Mindjárt mondom is. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál. Donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.